Az a Magyarország, ahol most élünk, tanulunk, dolgozunk és gyermeket nevelünk, az idősek munkája nélkül nem lenne. Ez hangzott el a Szépkorúak házában. Az idősek hónapja alkalmából az Eperjesi utcai intézményben rendezett ünnepségen szakmai elismeréseket adtak át, az udvaron pedig fát ültettek. Ha október, akkor Miskolcon is a Szépkorúaké a főszerep. Az Eperjesi utcai szociális intézmény lakóit szerdán a város polgármestere köszöntötte. Ezt a várost önök és az önök korosztálya építette és fejlesztette. Önök és az önök hite volt az, ami abban segített, hogy ez a város felemelkedjen. Ezért nem tudunk eléggé hálásak lenni önöknek, és ezúton is szeretném megköszönni azt a munkát, amit az életük során végeztek ezért a városért, a városok közösségéért. Ünnepi beszédében az idősek szeretetéről és tiszteletéről beszélt a dr. Hirschler Dezső, Szociális Közalapítvány kuratóriumi elnöke is. Az életkor kitolódásával egyre több idős ember él közöttünk. Én a magam részéről az idős szó helyett a szépkorúakat szeretem használni, jobban szeretem, mert ebben a szóban érzékelhető a szeretet, a tisztelet az idős emberek iránt. A rendezvényen megköszönték az idősek házába dolgozók áldozatos munkáját, és elismeréseket adtak át a szociális ellátásban dolgozóknak. Feladatunk, és egyben kötelezettségünk is, hogy örömökben gazdag, szeretetteljes pillanatot okozzunk önöknek és a ház minden lakójának. Ez számomra kiemelten fontos feladat, és itt kell szóljak kollégáim áldozatos munkájáról is, amelyet minden nap odaadóan végeznek, lelkiismeretesen és gondosan. Köszönettel tartozom nekik. Az idősek hava alkalmából tartott megemlékezés faültetéssel zárult a Szépkorúak házának udvarán.